A Győri Eto nagyon kemény körülmények között 2-1-re nyert az Újpest ellen, és ami külön dicsérendő, a hajrában szerezte meg ezt a gólt a Győr. Ugye beszélgettünk arról a mérkőzés előtt Pintér Attilával, hogy sokan sérülésből, betegségből jönnek vissza, és az, hogy még az utolsó negyed órában rá tudtak tenni egy lapáttal, az azt hiszem, hogy külön le a kalappal a játékosok előtt. Hát én is így gondolom, én azt gondolom, hogy most is mindenkor megtettek mindent. Nagyon jól játszottunk, több lehetőségünk volt. Én azt gondolom, hogy a sorsigazságtalanság lett volna, ezt a mérkőzést nem nyerjük meg, hiszen több olyan lehetőségünk volt, amit a Dózsa előtt nem adódott. Nézzük meg a győztes gólt. Ugye két cserejátékos hozta össze ezt a találatot. Mivel küldte be őket? Hát egyértelműen azt kértem. A Tomi beteg volt, és látom, hogy egy kicsit középen fáradtam. És mondom, kihozom a szélére, Orja Arat is. Elfáradt, és a Ceolin személyben van egy gyors olyan játékosunk, aki nagyszerűen tud élni ilyen pályán, és hát megmutatja, hogy centerben is veszélyes tud lenni. Én úgy gondolom, hogy ezt várt el mindig, hiszen erről voltunk híresek ez a csapat, hogy aki bemegy, az is ugyanúgy hozzáad és hozzátesz, hogy minél jobb legyen a csapat számára. Én azt gondolom, hogy ez a mai mérkőzés igazából azt mutatta, ami a régi Győrt jellemezte. Köszönöm szépen, és gratulálok a győzelemhez. Érkezik.